20 éves álom valósul meg a Székelyudvarhelyi Inkubátorházzal, hangzott el a mikro-, kis- és középvállalkozói egyesületek és szövetségek képviselőitől azon a találkozón, amelyen Borbój Csaba megyei tanácselnök a leendő vállalkozói inkubátorház látványterveit mutatta be. A projektnek, amelyet az operatív program kiírására benyújtott sikeres pályázat révén valósíthatnak meg, kettős haszna lesz, hiszen a növényvédelmi központ helyéről eltávolítják a vegyi anyagokat. Mint kiderült, nem csak az épület, hanem a talaj is nagy mértékben tartalmaz vegyszereket, a megengedett érték ezerszeresét, így az ősszel kezdődő munkálatok során a talaj nagy részét felássák és elszállítják. A szennyezett terület felszámolásán túl az inkubátor háznak is jelentős szerepe lesz az udvarhelyszéki vállalkozók életében. Abban bízom, hogy ezzel az épülettel, illetve ennek az épületnek a szolgáltatásaival, hát azok a különböző szakmai egyesületek, tömörülések is lehetőséget kapnak, akik sok kicsi családi vállalkozásnak a tömörítésén keresztül hát igyekeznek a piacra jutni, igyekeznek sikeressé válni, ehhez pedig szükség van a ráerősítésre, és abban bízom, hogy sok olyan tevékenység esemény kerül itt megvalósításra, amely mindenki, tehát a teljes magánvállalkozói, családi vállalkozói szektornak a tevékenységét, hát úgymond kiegészítő szolgáltatásokat, feltételeket fog biztosítani. A találkozón, amelyen a projekt jelenlegi helyzetét ismertették, jelen volt Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármestere is. Elmondta, bár a helyi kis- és középvállalkozók bebizonyították, hogy maguktól is tudnak boldogulni, minden segítségnek örülnek. Mindenképp az udvarhelyi vállalkozók kiérdemelték, hisz a GDP-nek több mint fele, ami a megyét illeti, itt termelődik meg. A vállalkozóknak minden információ alanyat érhet. Az időbe érkezett információ, annak mentén meg lehet hozni a helyes döntéseket, és egy olyan szakmai szervezeteknek is otthont adó felület kell legyen, ami egyértelműen a vállalkozókat segíti. Az inkubátorház nyújtotta társadalmi és gazdasági hasznok sora végtelen, mondják a szakértők. Például a statisztikák azt mutatják, hogy az inkubátorházban megerősödött vállalkozások életképessége jóval meghaladja a nem inkubált társaikét. A vállalkozói inkubátorházak tevékenysége nyomán keletkező hasznok megtöbbszöröződve jelennek meg a helyi gazdaságban, így a helyi vállalkozások kitelepülésük után könnyebben alkalmazkodnak a gazdasági környezet változásai, általában nyitottabbak a technológiai újítások felé, és fogékonyabbak az innováció iránt. A székelyudvarhelyi inkubátorház építését ősszel kezdik el, a munkálatok közel 2 évet vesznek igénybe.